Uram, te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Mielőtt a hegyek lettek, mielőtt a föld és a világ formáltatott, öröktől fogva, mind örökké vagy te, ó Isten. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyától és az ő fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentléleknek áldott közösségében. Amen. Dicsőség Jézus Krisztusnak! Dicsőség Jézus! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindenki amen! Áldás békesség! Áldás békesség! Szeretettel köszöntöm a testvéreket ezzel az ősi zsoltárral, amely szintén összeköt bennünket, hiszen Isten öröktől fogva mindörökké ura, teremtője, megtartója és bölcs igazgatója ennek a világnak. Ő benne vagyunk mi egyek, és ő benne lehetünk most egy gyülekezeti közösségé is. Isten hozta újra a görög katolikus testvéreket is ebben a templomban. Azt gondolom, hogy egy szép nyári időszakon lehetünk túl, amikor ez a templom otthonává lehetett minden felekezetnek, hiszen a görög, a római és a református testvérek is itt ünnepelhettük az Isten tiszteleti alkalmainkat. Örülünk annak, hogy nagyon szépen elkészült a görög katolikus templom, és ha bár itt nincs olyan meleg, mint ott, mégis hadd köszöntsük mindenki testvéri szeretettel, külön hadd köszöntsem a görög katolikus gyülekezet vezető lelkipásztorát, dr. Pap Tibor parókus testvéremet, akinek a szolgálatával gazdagít Isten ma bennünket, és nagy öröm számunkra az, hogy ilyen sokan együtt lehetünk, ez egy kisebb templom, mint a másik templom, de körülbelül annyian vagyunk, mint ott is voltunk, csak itt kisebb helyre többnek tűnik ez a marokki nép. Isten egybegyűjtött bennünket azért, mert neki nagy tervei vannak az övéivel. Örüljünk annak, hogy ezt a mai délután együtt tölthetjük. Foglaljuk helyet, testvérek, és egy ének tanulásra hívogatom a testvéreket. Annak a történetnek egy énekes feldolgozása, amivel a múlt héten és ezen a héten is foglalkozni fogunk, amikor Isten tanítani szeretne bennünket. Az ének lap, a kiosztott Isten tiszteleti lapon az első ének, ezzel a címszóval szerepel ének tanulás. Meglátjuk, lehet, hogy lesz is, aki ismeri az éneket. Megpróbáljuk megtanulni, hogyha van, aki ismeri, az bátran már az első éneklésre nyugodtan énekelje vele. Ha valakinek ismeretlen, akkor hamar meg fogjuk tanulni, nem nehéz az ének.
ilyenkor szoktam mondani, hogy ha a hittanúsaim is ilyen szépen tanulnák az éneket, és énekelnék mindjárt az első vagy második próbálkozással, nem lenne még ilyen sok őszhaj szállam. De nagyon ügyesen tanulják ők is az éneket, és azt gondolom, hogy azért tudunk ilyen szépen együtt énekelni, mert egyfelé nézünk arra az Úr Jézus Krisztusra, akit érdemes most is segítségül hívni nekünk, hogy ő legyen ma is az Isten tiszteletünknek, ökumenikus együttlétünknek a középpontjában, ezért kérjük most őt, hívjuk segítségül a Szentlélek Isten helyünkön maradva fohászkodjunk. A mi segítségünk jöjjön Istentől, aki úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ámen. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztus szavait szeretném felolvasni János evangéliumának 10. fejezetéből, a 10. résznek a 11. versétől kezdődően a 18. versét. János evangéliuma így örökítette ránk az Úr Jézus Krisztus szavait. Jézus mondta, én vagyok a jó pásztor, a jó pásztor életét adja a juhokért. Aki béres és nem pásztor, akinek a juhok nem tulajdonai, látja a farkast jönni, elhagyja a juhokat és elfut. A farkas pedig elragadja és elszéleszti őket. A béres azért fut el, mert csak béres, és nem törődik a juhokkal. Én vagyok a jó pásztor. Én ismerem az enyéimet, és az enyéim ismernek engem. Ahogyan az Atya ismer engem, én is úgy ismerem az Atyát, és én életemet adom a juhokért. Más juhaim is vannak nekem, amelyek nem ebből az apolból valók. Azokat is vezetnem kell, és hallgatni is fognak a hangomra, és akkor lesz egy nyáj és egy pásztor. Azért szeret engem az Atya, mert én odaadom az életemet, hogy aztán újra visszavegyem. Senki sem veheti el tőlem, én magamtól adom oda. Hatalmam van arra, hogy odaadjam, hatalmam van arra is, hogy ismét visszavegyem. Ezt a küldetést kaptam az én Atyámtól. Ilyen a találzat, testvérek, amikor az Úr Jézus Krisztus azt mondja, hogy én vagyok a pásztor. Nem azt mondja, hogy ő a király, nem azt mondja, hogy ő a főnök, nem azt mondja, ma így is szoktuk mondani, hogy ő a nagy góré, a fejes, hanem azt mondja, én vagyok a pásztor. És milyen nagy megtiszteltetés, hogy Jézus Krisztus nekünk mondja, ő a mi pásztorunk. Milyen nagyszerű dolog egy ilyen pásztor nyájába tartozni. Milyen nagyszerű dolog, hogy Jézus Krisztus figyelmeztette régen is az övéit, és ma is figyelmezteti, nem csak egy apolban vannak neki bárányok. Jó ezt a figyelmeztetést komolyan venni, és jó most nekünk úgy látni önmagunkat, mint akik az Atya Szent Egyházban mégiscsak egy apolban vagyunk, bár az egyház testekben külön-külön éljük meg vasárnaponként és a gyülekezeti alkalmaként ítéletünket, mégis Jézus Krisztusban az ő pásztorsága, az ő fő pásztorsága alatt mi mindannyian egy nyájhoz tartozunk, és egy vezető után megyünk. Nagyszerű dolog, hogy Jézus Krisztus maga mondja ezt, nem mi találjuk ki, hanem ő hív bennünket. Ő köt bennünket egybe, az ő személye a papocs köztem és Tibor atya között, az ő személye a papocs, a református, a katolikus, vagy bármely más keresztény, krisztusi felekezethez tartozó testvér között. Ezért most adjunk neki hálát, helyünkön maradva imádkozzunk. Különösen nagy csoda az Úr Jézus Krisztus, hogy habár te vagy a mindenség királya, mégis úgy mutatkozol be most előttünk, önmagadat megalázva, mint egy pásztor. Úgy jössz közel hozzánk, hogy a te közeledésedtől mi ne ijedjünk meg, és ne szaladjunk széjjel, hiszen ha király jön, akkor megrettennek az alattvalók, és van, akinek a remegéstől a földbe gyökerezik a lába, más a hódolat miatt arcra borul, megint csak más a félelem, a rettenet, a
felindultság miatt inkább elszalad. Köszönjük, hogy Te most pásztorként jössz közel hozzánk. Köszönjük, hogy csendesen, szeliden, bennünket megmenteni akaróan közelítesz felénk, és így gyűjtöttél most egybe bennünket. Bennünket, akik olyan sokszor sokféle úton járunk, akik sokféle különbözőségét az életnek és a hitéletnek tudjuk gyakorolni, most mégis önmagad köré gyűjtöttél, és éppen ezt a templomot is használod arra, hogy most ez legyen az a hajlék, az az akol, ahová egybe gyűlhetnek a tiéd. Urunk, mi nem tagadjuk le, hogy melyik felekezet tagjai vagyunk, de azt sem akarjuk elhallgatni, hogy minden templomunkban, minden egyházközségünkben Te vagy ott, Te vagy az Úr, Te vagy mindannyiunk életének az Ura. Éppen ezért van létjogosultsága annak, hogy együtt ünnepeljünk ezt az Isten tiszteleten is. Van létjogosultsága annak, hogy közösen szólítsunk meg Téged, hogy előtted együtt vallást tegyünk a mi bűneinkről, amelyek nem csak egymástól választanak el minket, hanem tőled is. Szeretnénk, Urunk, megvallani előtted. Most így nyílt gyónással, nyilvános bűnvallással igenis vannak vétkeink, de köszönjük neked, hogy nálad van a bűnbocsánat. Köszönjük neked, hogy ha bár egyek vagyunk a vétkeinkben, mégis egyek lehetünk a kegyelemben is. Hiszen Jézus Krisztus adtad érettünk, Atyánk, áldozatul a Golgotai keresztfán. Köszönjük, hogy ő benne miénk a kegyelem. Köszönjük, hogy ő benne miénk a mennyország. És köszönjük, hogy most ezen a délutáni együttléten úgy lehetünk együtt, mint ahogyan majd a mennyben. Nem számítanak most a különbözőségeink, hogy máshonnan érkeztünk, csak az számít, hogy hozzád jöttünk és veled vagyunk. Engedd meg nekünk, Urunk, hogy ebben a közösségben felcsendüljön a Te szavad. Szólj hozzánk, hívj bennünket, taníts a jobb úton járni, segíts összekapaszkodni, segíts a másik javát keresni, segíts, Urunk, hogy Téged úgy tudjunk képviselni ebben a világban, és a mi községünkben, Nyírpazunkban, hogy az emberek meglássák rajtunk, hogy mindannyian Te hozzád tartozunk. Így formáld, Urunk, a szavainkat, az indulatainkat, egymással való bánásmódunkat, így formáld a családjainkat, és formáld így a gyülekezeteink közösségét is. Téged kérünk, áraszt kirántunk a Szent Lelkedet, és munkálkodj közöttünk a Te igéden keresztül. Ámen. Énekünk következő éneket énekeljük, 42. Zsoltárunk az első verszaka ez, mint a szép híres patakra a szarvas kívánkozik. Yeah.
Isten tiszteletünk folytatásaként közös kincsünket, amit már az apostolok elkezdtek, a krisztusiakat összekítettek,